Business.com. Megkérdezzük és megválaszoljuk a pénzről és az üzletről mindazt, amit te nem mersz. Itt mindenhova benézünk, mindent levetkőztetünk, és nem lesz, és nincs kitakarás. Nem vagyunk nagy okosok és megmondó emberek, hanem csak reklámozzuk az amúgy is megvásárolható sikeres szolgáltatásunkat. Üzletet tervezünk. Nem a klikszámra, meg a like-ra megyünk, hanem az igényes tartalomra. De lehet hirdetni is, ha akarsz. Ja, kell a pénz, és ezt nem is szégyeljük. A business.hu oldalon tudsz minket pénzért megvenni. Kezdjük, csináljuk, baszassuk. Sziasztok, Business.hu hallgatók! A mai adásunkban egy undorító területet fogunk érinteni. Ez nem más, mint a vevői, illetve az ügyfél panaszoknak a kezelése. Ebben az adásban most én leszek inkább a kérdező, és itt van velünk János, aki gyakorlatilag az én interjú alanyom lesz, és állandó megmondó emberként most azt gondolom, hogy akasztjuk a hóhért. Szia, János! Szia! Sziasztok, kedves hallgatók! Igen, a mai napon a panaszokról, a reklamációkról lesz szó, és itt hadd idézzem egy kedves, már idős, de kedves munkatársamat, aki erre mondta, hogy tulajdonképpen a panaszok reklamáció olyan, mint a segjük. Mindenkinek van, nem szeretünk vele dicsekedni, de van ellenben, ha elhanyagoljuk, és nem foglalkozunk vele, akkor adott esetben egyébként akár végzetes kimenetele is lehet a dolognak. Csak hogy maradjuk az előző hasonlatunknál, minél inkább nem foglalkozol vele, annál bűnösebb lesz az egész történet. Így van, így van, és mindenkinek van. Dugdossuk, rejtegetjük, nem mutogatjuk jó esetben, de ettől még tényleg olyan, mint a segjük. Ahogy mi erről a témáról beszélgettünk, Jani, ugye számomra az derült ki, hogy mind a ketten sokat foglalkozunk panaszkezeléssel, egészen különböző területeken van ebben a dologban tapasztalatunk, de azt gondolom, hogy míg én inkább kevesebb számosságú, adott esetben viszont magasabb értéket érintő panaszokkal kellett foglalkoznom, neked meg sokkal nagyobb számosságúval kellett foglalkozni. Cáfolj meg, ha tévedek, de szerintem te jobban látod rendszerbe a panaszkezelésnek a teljes módszertanát, igazából neked van szinte egy saját felépített rendszered is erre, hogy érdemes panaszt kezelni, vagy legalábbis kategorizálni. Jól gondolom? Jól gondolod alapvetően, ugye nem titok, ha valaki LinkedIn-en vagy bárhol ránk keres, akkor nyilván neked van sokkal erősebb, mondjuk úgy, hogy a nehézipari tapasztalatod, ahol nyilván kevesebb az ügyfél, viszont azok sokkal többet fizetnek. Nyilván valaki visszakeresi az én rekordjaimat, akkor alapvetően egy ilyen online világban vitézkedtem, nyilván ott több az ügyfél, de alapvetően a tiédhez képest mondjuk töredéke összegekről beszélünk mondjuk egy-egy vásárlásnál. Szóval ebből adódik, hogy azt gondolom, hogy nálam, amiben van tapasztalatom, az, hogy ez számosságában hogy van. Ellenben majd, ha megengeded, útközben én néha ilyen ördögügyvédjeként, vagy ilyen állandó challenge-előként, én majd vissza-vissza lőnék, mert szerintem nagyon sok üzlet van piacon, ami inkább haj az a tiédre. Tehát ritkábban adunk el számosságilag, tehát nem egy kiskereskedők vagyunk, vagy nem pékség, hanem inkább a példánknál maradva, inkább a békési villanyszerelő, aki lehet, hogy egy hónapban csak három házat, családi házat, vagy panelházat csinál meg, míg a pék mondjuk naponta elad 500 kenyeret. Nyilván az egyik 500 interakció, a másik meg effektív csak három. Igen, ezt akartam, hogy egy kicsit a hallgatókkal, nézőkkel egy kicsit érzékeltessük azt, hogy akkor igen, e péknél gyakorlatilag darab kiflinként lehet valakinek így mondja, hogy ez most nem így volt elég sós, az nem elég édes, ettől kettőt így hánytam, stb. Míg ugye, ha olyan ipari gépet szállítok le valakinek, amit egyébként akkora, mint egy ház, és a következő 20 évben kellene üzemelnie megbízhatóan és normálisan, nem tudom, egy ipari hűtőegység, akkor valószínűleg azzal kapcsolatosan lehet, hogy évente két panaszom lesz, viszont rendesen megvakarom a fejemet, mert mondjuk 5 millió forint az értéke, hogy én azt a panaszt elkezdem mondjuk felgöngyölíteni, kijavítani a hibát, vagy valami ilyesmi. Csak ha jól gondolom, akkor ilyen különbség van sokszor a kettőnknek a vállalati tapasztalatai meg között. Általánosságban is én azt gondolom, amire szerettem volna felhívni a figyelmünket. A bot két vége, lehet, hogy ennél vannak még szélsőségesebbek értelemszerűen, de a bot két vége, és mindenhol előfordulhat panasz, ezért hoztam az altájéki példámat, hogy mindenkinek van. Tehát bármilyen üzletünk van, tök mindegy, ha kiszolgálunk valakit valamivel, lehetek én bizniszkóstól elkezdve pék vagy villanyszerelő, lesz valamilyen reklamáció, panaszom, nyilván ennek a számossága, mértéke,
súlyossága, ezekben óriási különbségek vannak, majd erről fogunk beszélni, hogy ezen azt gondolom, hogy rengeteg minden elfog. Gyorsan mielőtt belemennénk itt a kőkemény, agydarálós módszerekbe a panaszkezelés kapcsán, én csak egy rövid ilyen attitűdbeli kérdést osztanék meg. Én azt gondolom a panaszkezelésről, hogy egy vállalkozó, aki úgy fogja fel a munkáját, hogy azzal teremt valamit, csinál valamit, értéket, még akkor is, hogyha nem tudom, fodrász vagyok, tehát nem úgy teremtek értéket, hogy ott lesz egy ilyen, nem tudom, a piramisokkal egyenértékű és maradandóságú termék, amit létrehozok vagy eladok, de valami értéket nyújtok a vevőnek. Van valami hiszti, van valami panasz tényleg azzal kapcsolatosan, hogy mi a szart műveltem, vagy hogy nem azt az eredményt hoztam, mint amit megígértem, tegyük fel, hogy ilyen jellegű panasz van, akkor igenis azzal foglalkozni kell, mert akkor nem érzékeli, nem kapja meg azt az értéket a vevő, mint amit megígértem neki, és az egy értékorientált vállalkozóként, az a szar, az nem jó. Nem jó érzés nekem, tehát akarok vele foglalkozni, ez olyan erkölcsi kötelességem. Ugyanakkor nyilván szerintem hallunk a vállalati ezotéria területéről ilyen fantasztikus tanácsokat, hogy figyelj, negatív véleménye nem kell foglalkozni, mert az hülyeség, fókuszálja szépre meg a jóra, amire azt gondolom, mind a kettőben van némi igazság talán, de egyiket sem lehet teljesen készpénznek venni, mert túlságosan szélsőséges hozzáállás. Tehát amire én most kíváncsi vagyok, hogyha téged megkérdezlek azzal kapcsolatosan, hogy mi a legfőbb szempont, ami alapján panaszt és panaszt megkülönböztetünk, akkor te mit mondanál? Mi az, ami alapján bontjuk két fajtára, nyolc fajtára, akárhány fajtára a panaszokat? Hát először is azt kell tisztázni, hogy vannak ennek ilyen törvényi hátterei. Na, ez nem az az adás lesz, ahol ezt most ki fogjuk bontani, de tessék megnézni a fogyasztóvédelmi törvényt, függően attól, hogy milyen szolgáltatásunk van, rengeteg szabály. Jó, tehát ezek nem ajánlások, ezek törvények, rendeletek, ezek vonatkoznak rá. Ezeket el kell olvasgatni. Ha lusták vagyunk hozzá, vagy csak szimplán hülyék, vagy nagy Isten leszarjuk, akkor forduljunk odavágó szakemberhez, aki ezt tudja nekünk értelmezni. Ez az első. Mostani adásunkban mi nem fogjuk követni ezt, hanem a JPE módszer szerinti bontást szeretném én bemutatni, ez a józan, paraszti, ész szerinti bontást. Alapvetően én azt gondolom, hogy, és kicsit visszacsatolva az előző felvezetőnkre, teljesen mindegy nagyjából, hogy mekkora vásárlásokról, milyen ciklikusságúról beszélünk, én azt gondolom, hogy célszerű kategorizálni a hozzánk bejövő, és itt teszek egy ilyen idézőjelet, jó, aki hallgat minket, az lássa, hogy így most a két ujjacskámmal nyuszifülezek, milyen fajta ez a panasz. Nem biztos, hogy ez panasz. Én azt gondolom, az első kategória mindig a legegyszerűbb, általában számosságban a legtöbb, ez az úgynevezett ilyen információ. Én ezt fogom használni, ezt a kifejezést most itt a beszélgetésünkben, jó? Mire gondolok? A pékségünkbe kimegy a vásárló, kifléjével a kezében, majd fogja magát, visszajön, és azt mondja, hogy figyú, nyikorog az ajtó. Oké. Adott egy user, ír nekünk a Facebookon egyet, hogy figyelj, undorító a honlapotok. Ronda. Odajön mondjuk egy étterembe, odajön a hozzá, mondjuk, mint tulajdonoshoz valaki, és azt mondja, hogy olyan fura az a pattanás ott fönt a pincér homlokán. Az nem fura volt. Jó, most lehet ezt trillázni, jó? Tehát, hogy a haja, nekem nem tetszik a frizurája. Jó, mi ez ebben a közös? Az, hogy igazándiból nem igényel a részemről egy azonnali akciót. Hiszen a nyikorgó ajtóval nap végéig én el ki tudok szolgálni mindenkit. Ha csak nem, nyilván nem tétezve nem leszakadni akkor az ajtó. A ronda honlapom, ha egyébként funkcionálisan oké, valakinek tetszik a zöld, valakinek meg a piros tetszik. Jó. Ki tudjuk szolgálni. Igazán a pincéremnek most őnek ilyen haj tetszik, hát hogyha ez egyébként belefér, és ő szereti mondjuk a rövid hajat, akkor most rövid hajjal fog kiszolgálni. Lehet, hogy van olyan vásárló, akinek ez nem tetszik, de fontos, hogy valószínűleg ettől ő még vissza fog jönni. Jó, tehát nyikorgó ajtótól még visszajön a vásárló, nem tetszik a honlap, ettől még nálam fogja megvenni, ha jó a szolgáltatásom, stb. Erre szóval mondjuk azt, hogy ez a lightos panasz akkor, tehát nagyjából Nem is használnám a panasz kifejezést. Ez igazándiból egy ilyen információ én felém. Csak azért, mert a panasz, én azt mondom, az a király kategória. Panasz, reklamáció, az a legteteje, de most ugye előre szaladtunk. Ugye mi a fontos, ezeknél nem nagyon kell csinálnom semmit. A második kategória, és utána kicsit beszélünk arról, melyiknél mit kell csinálni, szerintem, vagy hasznos. Mit tök fontos lenne. Oké, de akkor ez csak kategória. Második az az, amikor igazándiból, ha úgy tetszik, tesz egy bejelentést a kedves vásárlóm én felém, ami alapvetően nekem fontos, és érdemes vele valamilyen akciót csinálnom, ellenben
feléje, a bejelentő felé igazándiból nekem kötelezően nem kell kártalanítanom, vagy ilyesmi. Mondjunk erre egy példát. Az előzőeket fogom, ha úgy tetszik, kicsit upgrade-elni. Jó? Azt mondja a vásárló, becsukja az ajtót, visszajön, és azt mondja, figyelj, annyira akad az ajtó, hogy szerintem a következő vevő nem fog tudni bejönni. És elmegy. Most ugye ott állok, nem csak nem nyikorog az ajtó már, hanem akad. Hát nyilván nekem valamit csinálnom kell, hogy a vásárló nem kimarad és nem tud bejönni, ugye? Ennek már van keményebb következménye, nem? Mint annak, hogy hát nyikorog. Persze, ugye nekem káros, hogyha ezt nem kezelem. De amúgy a vásárló mit csinál a következő? Nem tud bejönni, megmondja a vásárló, aztán elmegy a másik pésébe. Azt hiszi, zárva vagyunk. Oké, tehát magyarul meg kell olajoznom, meg kell javítanom, nem tudom, az ajtót, hogy be tudjanak jönni. Honlap azt mondja, nem azt mondja, hogy csúnya, nem azt mondja, hogy irtózatosan lassan tölt be a weboldalad. Jó, ez már nem az a kategória, hogy most tetszik a zöld vagy a piros ízlés dolga, hanem azt mondom, hogy, ja, hogy annyira lassú, hogy mondjuk elkattint onnan a vásárló. Ezzel teendőm van. A vásárló felé igazándiból nekem nincs kötelezően, vagy nagyon-nagyon javasolt lépésem, vagy nyilván ezekről egy kicsit beszélgetünk. Következő kategória, ha úgy tetszik, az a király kategória, amikor panaszról vagy reklamációról beszélünk, amikor konkrétan arról van szó, hogy tesz mi felénk egy bejelentést valamilyen formában a kedves vásárlónk, aki azt mondja, hogy engem, mint vásárlót, kárért te, kedves eladó, vagy kedves szolgáltató, nekem tartozol valamivel. Legyen ez pénz, legyen ez bocsánatkérés, legyen ez jogászkodás, rengeteg válfolya van ennek, de konkrétan ugye ekkor, és ez azért így egy lépcsőzetesség, akkor már nem tehetem azt meg, hogy nem foglalkozok vele, sőt, nem csak, hogy nekem mondjuk, mint az előbb, az ajtónál meg kell oldanom, hogy beakad az ajtó, hanem mondjuk a vásárló kimegy az ajtón, majd visszajön, és azt mondja a vérző ujjára, így rámutat, hogy becsípte a te hibás ajtód az én ujjamat. Kérek szépen. Tovább megyek, a weboldalnál azt mondja, hogy én leadtam a rendelést, de olyan lassú volt az oldal, hogy egyébként mondjuk eltűnt, nem eltűnt, nyilván levonta a pénzemet a megfelelő fizetőeszközömről, de nem kaptam ellenőrző e-mailt, olyan lassú volt a rendszer, hogy nem működik. Jó, tehát ezekben az esetekben már nem arról beszélünk, hogy hát majd megjavítom, majd gyorsabb lesz a weboldal, hanem effektíve kár érte a másik felet, tehát nekem valamilyen tevékenységet kell csinálnom. Szerintem ez a fő három kategória van, függetlenül attól, hogy hatalmas ipari beruházásról beszélünk, függetlenül attól, hogy kiflit adunk el. Ugyanezek a kategóriák érvényesek, és itt ma ígértem a challenge-et, vissza a challenge, vagy kérdés inkább, bocsánat, Marci felét, hogy ezzel te egyet értesz, hogy mondjuk a te, ha úgy tetszik, kicsit nehezebb ipari bizniszednél is ez a kategória megállja a helyét? Vagy a kategorizálás? Megállja a helyét. Biztos vagyok benne, hogy B2B irányba, tehát amikor cég értékesít cégnek, ott tényleg a király kategória a legjellemzőbb. A másik kettőt az ilyen alig-alig, vagy nagyon-nagyon kell figyelnem, szemlélnem, vagy miért nem kell tudni, hogy valahol nem történt-e olyan jelzés, amiből rá kéne jönnöm, hogy húha, valamit rosszul csinálok. Nem érzi például a közepes kategória, amit mondtad, hogy nem érzi annyira halálosan rossznak, vagy olyan kártékonynak maga részére ugye az ügyfelem, de azt mondja, hogy hát figyelj, azért nem tudom, az ügyfélszolgálatosodnak egyébként olyan hangja van, mintha nem tudom, most jött volna Indiába a farmról, és így elég nehéz vele társalogni, megoldottuk, de hát macera nem lenne kedvem még egyszer fölhívni őszintén szóval. Tehát ez már tényleg csak akkor történik, ha olyan mélyen tudok beszélgetni ugye az ügyfélnek a kapcsolattartójával, az ügyvezetőjével, vagy bárkivel, hogy ezt ugye elmerje nekem mondani. Valószínűleg nincs olyan személyes nexusunk, ez ugye annyira nem derül ki, és ténylegesen panaszt, nevezzük akkor így a király kategóriát, az már tényleg akkor jön, amikor azt mondja, figyelj, a múltkor ide parkoltatok az udvarunkra a teherautóval, amikor jöttetek szerelni. Egészen konkrétan két fenyőfát burítottatok ki, és bevert három ablakot, meg eltűnt a fenyőfa az udvarról, vagy misztikekbe ott állt. Tehát azért léci, ezt mondjuk állítsátok helyre, vagy térítsétek meg, mert tehát itt általában ilyenek vannak, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy tök érdekes, olyanok szoktak még történni, hogy a vevő panaszkodik valamire, hogy úgy érzi, hogy neki valami rosszul működik itt, és őt kár érte. És hogy közben kiderül, hogy egyébként nem is érte különösebb kár, egyszerűen nem tudta, nem értette meg valamiért az általa kapott eszköznek a működését, tehát ő első körben erősnek érzi, tehát ő úgy érzi, hogy őt kellene kártalanítani, majd én rájövök arra, hogy valójában nem is érte őt kár, ezzel kell foglalkoznom, hogy ezt ő megértse, segítsem őt ebben a dologban,
Ugyanakkor nekem például foglalkoznom kell tökre azzal, hogy oké, a következő ügyfélnek sokkal ügyesebben és okosabban kell elmagyaráznom a termék átadásnál, hogy figyelj, ez így működik. És ne ijedj meg, ha ezt is ezt látod 3 nap múlva. Ha 3 nap múlva egyszer csöpög a csapod, amit én beszereltem, ne szard össze magad, tegyél alá egy tányért, és el fog múlni. Most mondtam egy tök hülye példát. Egy kicsit előre szaladtunk egyébként, de én azt gondolom, hogy lehet, hogy akkor időszerű, hogy az egyes kategóriák esetén mit érdemes csinálni. Szerintem arról kicsit elmélkedjünk. Ugye van értelemszerűen ez a, én infónak hívtam, vagy az információnak, nevezzük az egyes kategória, a leggyengébb kategóriánál, de igazából az első lépésünk, tök mindegy melyik kategória, az az, hogy meg kell olvasni, értelmezni, észszerű keretek között kivizsgálni. Ugye csak egy nagyon gyors ilyen lépéssorozat mentén menjünk végig. Az egyes kategórián ugye vélhetően több ilyen bejelent, több fajta, több fronton, nem tudom, Facebook bejegyzés, különböző árösszehasonlító oldalakó. Jön a komment valamilyen nyöszörgéssel kapcsolatosan, mondjuk az egyik posztommal, ez lehet ilyesmi? Abszolút lehet, és nagyon jól mondtad, ez a nyöszörgés, vagy nyunnyogás, vagy hisztizés, ugye különböző megfejtések vannak erre. Én azt gondolom, hogy természetesen egy fáradt délután után, vagy egy fáradt nap után este mondhatjuk ezt, úgy amúgy viszont azt gondolom, hogy ha ezt nem viccből gondoljuk, hanem tényleg ezt gondoljuk a saját vásárlónkról, az a vád engem nem érhet, hogy ne gondolkodnék az üzletről kifejezetten poroszosan, de ennek ellenére én azt állítom, hogy ezeket igenis fel kell dolgozni. Mire gondolok? Az, hogy el kell olvasni, értelmezni. Hiszen, és itt van benne egy óriási csapda, amikor elolvastam és értelmeztem, akkor fog kiderülni számomra, hogy ez melyik kategória. Mert lehet, hogy egy kőkemény reklamációt valaki egy Facebook kommentbe írta meg. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy azt jól értem, ugye, hogy csak kommunikációs csatorna szerint nem tudom a kategóriákat megkülönböztetni, nem, hiszen nem. Alapvetően is érkezhet persze. Valami komolytalanabb, meg persze. Kommentbe is jöhet. De nyilván itt most nyugodtan a jogászok jöhetnek, hogy de azért van az AFF, és feltüntetem, hogy a panaszom van, akkor itt kell beállni. Persze, világos, hát azon az úgy kezdtük úgy, hogy nyilván van ennek egy jogi háttere, ebbe lehet kapaszkodni. Ettől még higgyük el, hogy a vásárló úgy elküld a halálfaszára minket, mint a húzat, és nem fog többet itt vásárolni. Ugye a mai 21. század adta technológiai lehetőségek mellett, hogy rengeteg csatornán tudnak velünk kapcsolatba lépni, hiszen mi is reklámozunk, meg hirdetünk egy csomó csatornán, hát azon a csatornán visszafelé is működik ugye az élet, tehát folyik visszafelé a kaka is, hogyha esetleg van kaka. Visszakanyarodva, tehát mindenképpen ezeket valamilyen eszközzel el kell olvasnunk. Ugye a legpraktikusabb eszköz a egy ember, aki ezt el tudja olvasni, tudja értelmezni, és tudja kategorizálni. Ugye tipikusan az ilyen információ, tehát a leglájtosabb kategóriában, ott azt gondolom, hogy fontos az, hogy így gyűjtsük őket, nem kell kimásolni, vagy kódexet nyitni rá, tehát ez butaság, de hogyha érzékelünk valami csoportosulást, többen ugyanazt mondják mondjuk adott idő alatt, tehát többen azt mondják, hogy egyébként undorító a weboldalam, és egyébként mondjuk én egy hónappal ezelőtt egy design újítást csináltam. Lehet, hogy nem találtam el a vásárlói ízlését. Vagy pedig az előző példán, vagy most hát tényleg minden nap jönnek azzal a nyikorgó sajtóval, a néni minden nap egy hete mondogatja a nyikorgó sajtót, akkor érdemes végig gondolom, hogy lehet, hogy egyébként meg kéne olajozni. Miután ugye elolvastam, akkor be tudom kategorizálni, hogyha ugye a második kategóriába esik már valami, miután én kategorizáltam, akkor pedig ott úgy szintén el kell kezdenem végig gondolni, hogy én nekem házon belül milyen teendőm van emlékeztetésképpen. A második kategória, amikor azt mondta a vásárló, hogy nem tudom kinyitni az ajtót. Én még úgy, ahogy berúgtam, de a következő már nem fogja tudni. Tehát ekkor nyilván nekem belül kell valami akciót csinálnom. Nyilván a harmadik esetben ott meg ugye már konkrétan, hogyha abba a kategóriába esik, csak hogy most ismétlés a tudásnak ugye az ősanyja, akkor meg valamit ő feléje is kell tennem. De most miután értelmeztem, utána kell kigondolnom azt, hogy mit akarok csinálni a vásárló felé, kommunikálni és tenni, és mit akarok csinálni belül, magamnál, házon belül. Na most az első, leglájtosabb kategóriánál nagyon egyszerű a teendőm. Igazán meg kell köszönnöm az információt a bejelentőnek. Ennyi a feladat. Mondanám, hogy ennyi a feladat, de újra idézőjelet csinálok a kezemmel. Ez nem szokott menni. Még egy lájkot is alig nyomunk rá, amikor valaki azt mondja, hogy nyikorog az ajtó. Főleg egyébként nyilván social felületen nem biztos, hogy van rá időnk, nem biztos, hogy szeretnénk, hogyha mondjuk egy ilyen nem kifejezetten kemény negatív kritika, de egy negatív kritika mégis azért, hogy az a weboldal undorító, azt hogy nem lájkolgatjuk, mert hát akkor biztos még hárman észreveszik. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ha azt gondoljuk, hogy jogos a felvetés,
akkor érdemes megköszönni. Hogyha pedig teljesen fasság, mert nagyon sok ilyen bejön, akkor pedig vagy jelezzük, hogy mi ezzel nem értünk egyet, vagy ebben az esetben azt mondom, hogy elfogadható magatartás, és egyszerűen azt mondjuk, hogy jó, ez is egy vélemény, oké, ezzel most nekem nincs mit tennem. Jó, mire gondolok erre? Hagyom, hogy ott maradjon, de nem válaszolok semmit, aztán majd elsikkad a dolog. Nem szeretnék ilyen kommunikációs tanácsadásba belefogni. Én azt gondolom, ez üzletenként nagyon más. Jó, tehát hogy nyilván egy online térben én azt gondolom, hogy kezeletlenül ott felejteni. Invalid, tehát magyarul nem, lehet, hogy nem is engem akartak szidni. Jó, tehát hogy például a kokáért, mert van, amikor eltéved a kedves vásár, ugye ez a tipikus Aldi Lidli, tehát hogy az Aldiba volt egy afférje, és akkor Lidli oldalon veri a nyálát. Mert eltévesztette. Bocs, erre hadd hozzak ide gyorsan egy sztorit. Nagyon vicces volt az, amikor az Automosónak a Facebook oldalára beírt valaki egy kommentbe, pont az egy hirdetés, én meghirdetett, tehát kiemelt Facebook posztunk alá, hogy ti szemetek itt hirdettek, aztán hiába megyek oda hozzátok, nem is működtök, és nem vagytok nyitva. És így elkezdtünk üzenetváltásba kerülni a kedves jelentkezővel, hogy ez így hogy történhet, meg hát a nyitvatartási időnkben, amikor én személyesen is ott voltam, és nem érkezett ilyen ember hozzánk, hogy történhet meg az egész, és kiderült, hogy azon a környéken, a városnak ugyanazon a részén, de egy 300 méterrel arrébb, valaha régen volt egy automos, egy ilyen tök más jellegű automosó, de bezárták a fenébe. De a környéken a régi emlékekkel dolgozó környékbeli lakókat, amikor megkérdeztek, mondták, hogy oda-oda, tudod, a izé benzinkút mögé, oda menj, mert ott van, mindig is ott volt az automosó. És így, és ott meg ugye egy bezárt régi épületet talált, és nem volt semmi, és akkor ebből adódott egy óvatosan el kellett mondani, hogy bocsi, nem, mi nem azok vagyunk. Tehát van ilyen. Igen. Jó. Szóval igen, tehát eltévedhet a bejelentő vagy a panaszkodni kívánó. Ugye a közepes kategória, ott ugye mindig érdemes megköszönni, hogyha van komment, főleg ugye, ha már középső kategóriába be tudtuk sorolni, az a nekünk házon belül van teendő, nyilván meg kell nézni, mi a teendő. Hogy tudom megolajozni az ajtót, hogy tudom a weboldalamat mondjuk gyorsabbá tenni, hogy tudom mondjuk a szolgáltatásomnál mondjuk a szájszagomat eltüntetni. Jó, tehát hogy ezeket értenem szerint akkor valahol házon belül kezelnem kell. Az itt már egyébként felmerülhet, és újra nem szeretnék belemenni most, hogy ennél az üzletlánok ezt csinálja, másik üzlet pedig azt csinálja, vagy bizniszt. Én azt gondolom, hogy itt, hogyha számunkra ez valami nagyon kritikus dolog, tehát azt gondoljuk, hogy nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmet, akkor ne riadjunk vissza attól, hogy utalmazzuk valamivel. Adunk egy nyalókát. Igen. A pékséges példára visszatérve, tehát valaki, vagy mondjuk hárman jelezték, hogy figyelj, ne haragudjatok, vettem nálatok sós kiflit, és egészen konkrétan rohadtul édes volt, és ez így nem oké. Akkor a következő, és mondjuk ha rájövök, hogy tényleg kicseréltem a cukrot a sóval, akkor következő nap adja már neki egy ingyen bevásárlást. Jó, tehát az aznapi, nem tudom, 5 kiflét mondjam azt, hogy köszönöm szépen a visszajelzést. Jó, tehát ennek ugye rengeteg megnyilvánulása tud lenni. Nyilván online térben talán egyszerűbb, offline térben mások miatt egyszerűbb, hiszen ott van egy személyes, vagy legalább borzasztóan megköszönöm. Érdemes, és azért fogalmazok így, hogy érdemes. Nyilván mondjuk 3000 embert azért, mert 3000-re jelezték, hogy lassú az oldalam, nem fogom tudni. Tehát nem tudsz 3000 embernek egy ingyen kiflit adni, nem tudsz 3000 embernek egy online kupont adni. Tehát azért mondom, hogy itt a nagyságrendekkel, de én azt gondolom, hogy legyen benne a fejbe, hogy képes vagyok-e valahogy ezt valami, és ez fontos, jelképes dologgal. Hiszen nem okoztam kárt, semmit, még csak jó esetben még kellemetlenséget sem, vagy lehagy is nem minimális kellemetlenséget. Nyilván, és akkor ugye a harmadik kategória, amikor már konkrétan panasza van, hát ott ugye annyiban egyszerűsödik a helyzet, hogy ott először meg kell értenem, hogy mekkora kárt okoztam a vásárlómnak, vagy aki igénybe vett a szolgáltatásomat, és mindenek előtt, tehát nem állok neki belső folyamatot optimalizálni, nem állok neki számon kérni Jóskát, Pistát, vagy miért csavart le egy rendes fülest az étterembe a kedves ebédlő embernek. Ez most nem lényeg, mert az első és legfontosabb, hogy a vásárlónak, vagy a szolgáltatásom igénybevevőjének a kárát kell minél hamarabb felderítenem és kezelnem. Minden más az én belső folyamataim, csak azért, mert itt általában ezek mögött vannak súlyos belső folyamatbeli hiányosságok, vagy problémák.
És az ember önkénten azt mondja, hogy jó, ráír a vásárló, először akkor jó, rendesen, Józsit, jó, kirúgjuk a picsába, az a legfontosabb. Nem, félreértés ne esik. Először, és lehet, hogy Józsinak segítenie kell abba, mert lehet, hogy mondjuk ti nálatok vélhetően, hogy a rosszul szereli be a villanyszerelő, akit legszívesebben te mondjuk, bocs, az ismerős villanyszerelő, mondjuk ti mondjuk a Holdig rugdosnátok el legszívesebben, de nincs másik villanyszerelőd, tehát azzal tudod kijavítani azt a hibát, amit mondjuk vétettetek. Az elsősnek fontosabb, hogy őt kár tanítani. Ugye itt annyiban a helyzet egy picit azért már érdesebb, fogalmazunk így, hogy itt már vannak az előbb említett számos szabályozói környezet, ekkor már érvényes rám, hiszen kárt okoztam. Jó? Tehát nem mondhatom azt, hogy hát most vagy adok neki egy zsemlét, vagy nem. Nekem meg kell térítenem. Miért? Mert ezek az ügyek pillanatok alatt, tehát észveszejtő gyorsasággal, békéltető testületig, majd utána konkrétan bírósági perré tudnak formálódni. Ne legyenek illúzióink, 2500 forintért is el lehet menni a békéltető testülethez, stb. Jó, tehát hogy nem kell ehhez valami hatalmas világcégnek lenni, ne gondoljuk, hogy csak a hatalmas világcéget szivatják a kedves vásárlóik. Nem, a normál, szép, magyar, vagy európai, vagy kárpát-medencei, vagy egyéb szolgáltatókat ugyanúgy szivatják a vásárlóik. Tapasztalattal szállnék be, Jani, és kérlek, erősíts meg, vagy cáfolj meg. Én azt láttam, hogy komolyabb értékű beruházások esetében is, hogyha valamilyen berendezésnek az üzemeltetésével kapcsolatosan panasza van a vevőnek, azzal már eleve sokat segítek, lehet, hogy egy kis extra költséget fel kell vállalnom, hogy azt mondom, figyelj, megértettem, panaszod van, ömlik a víz abból a csőből, amit én ott beszereltem neked, gyorsan kirohanok egy, küldök két napon belül legkésőbb egy brigádot, akik azonnal szerelik neked, és nem tudom, a következő karbantartásnak a díját eleve el is engedem neked, mert hogy biztos okoztam legalább annyi kárt ezzel a kellemetlenséggel, mert kiesett a termelésed, vagy ilyesmi történt. Én azt tettem észre, hogy eleve az, hogy jogászhoz, békéltető testülethez valami nagyon, hát hogy is mondjam, már emberileg is megterhelő kemény dologhoz forduljanak, arra is beszélve, hogy ott a jogásznak meg a mennyi a költsége, mennyire drága az, hogy nekem azzal kell foglalkoznom ügyvezetőként, vagy értékesítőként, hogy békéltető testület, ez már nagyon sokba kerül. Tehát eleve nem jutunk el odáig, mert a panasz pozitív, bocsánat kérő módon kezelni akaró hozzáállásom egyébként ezen átlendít. Tehát a legtöbb ügyfélnél azt látom, hogy azt mondja, hogy jó, ne, nem csinálunk balhét, hiszen szóltam, hogy panaszom van, te meg akarsz vele foglalkozni. Ekkor még nem arról beszél, hogy mennyire kompenzáltam. Teljesen igazad van. Ez akkor merül föl, hogyha te, mint aki a szolgáltást nyújtotta, te így viselkedsz. Meg akarod oldani a problémáját. Azt gondolom, hogyha elindul egy jó párbeszéd, most a párbeszéd alatt nem azt értem, hogy ő azt mondta, hogy mondjuk volt egy döglött egér a kiflébe, én nekem meg a válaszom az, hogy menj a picsába. Ez nem párbeszéd. Tehát, hanem elindul erről egy párbeszéd, akkor esetek döntő többségében ez nem fog elfajulni, hanem valami, hiszen mind a két fél valami megegyezést akar. Azt gondolom, hogy, és ezért kezdtem úgy, hogy el kell olvasni, és fel kell dolgozni a bejelentéseket, mert megbújhat a legártatlanabb bejegyzés, vagy komment, vagy postai levélben is egy olyan eset, amivel foglalkoznom kell. De hogyha nem olvasom el, akkor mi történik? A kedves vásárló azt hiszi, hogy én elolvastam, és nem akarok neki válaszolni. És ebből szoktak lenni az elmérgesedett helyzetek, de én két hónappal ezelőtt szóltam. Te megnézel, hogy hova, kinek, minek, nem szóltál. És azt mondja, de itt az e-mail. Te megkérdezed a Mancikát, milyen Mancika írtak? Ah, persze, főnök, 844 ezer olvasatlan levél van az info@encegem.hu mailboxba. Ja, hoppá. Visszakanyarodva, tehát hogyha konkrétan panasz van már, tehát a hard reklamáció, kártéríteni kell. Itt folytatva az előző, a közepes súlyosságunál a logikát, ha belefér, és mi úgy gondoljuk, hogy ezt hasznosnak véljük, nagy Isten, meg szeretnénk tartani mindezek ellenére a vásárlót, és látjuk ennek realitását. Itt fontos már azt mondani, hogy üzletpolitikai okokat is, vagy üzletpolitikai jövőképet is figyelembe kell venni, akkor lehet érdemes kicsit túlkompenzálni. Mire gondolok? Ő neki 13.424 forint volt a kára, ezt be tudta bizonyítani, én visszaigazoltam, hogy valóban ennyi volt a kár, és akkor én a 13.842 forint, hát mondjuk 15.000 forint kártérítést adok neki, vagy 20.000, vagy nem tudom, de túl kompenzálom, vagy adok neki még mellé egy kupont, vagy azt mondom, hogy a következő kiszállítás ingyen van, vagy azt mondom, hogy tessék választani a legjobb kenyereim közül, vagy egy hétig ingyen kapja minden nap a kenyerét, jó? Amellett, hogy persze kifizettem.
számos megoldás van, nyilván ezt a vásárlóval meg kell beszélni, hogy mit szeret. Nem biztos, hogy pénzben kell kártéríteni, lehet, hogy éppen levásárolni szeretné. De azon, hogy mindenkinek volt már ilyen ügye, van, aki vásárlóként, van, aki esetleg szolgáltatóként, feltételezem, hogy senkinek nem újdonság, ugye újra a segjük elméletemet szeretném ide visszaidézni, tehát mindenki találkozott ezzel, csak nem igen beszélünk róla. Óva intenék mindenkit attól, hogy azonnal valami hatalmas összeesküvés elméletet szőjön, és azonnal ellenségeket lásson mindenhol. Nem, nincsenek ellenség, csak egyszerűen van, amikor nem sikerül úgy a szolgáltatásom, hogy szeretném. A király kategóriánál ott nagyon fontos az időbeliség is, ott nem tökölhetem el, tájékozottnak kell lennem, és amikor a vásárlóval lerendeztem mindent, akkor jön az, hogy házon belül meg kell értenem, és meg kell vizsgálnom, hogy mit kell máshogy csinálnom, hol volt a hiba, képes vagyok-e ezt a hibát esetleg mondjuk módszertanilag kiírtani, vagy valami biztosítást beletenni, mármint nem pénzügyi biztosításról beszélek, hanem valamilyen biztonsági megoldást, egyebeket, hogy ez ne forduljon elő. Szuper, figyelj, gyorsan mielőtt befejeznénk ezt a egyébként tök érdekes témát. Hadd kérdezzek rá két nagyon érdekes dologra, inkább szituációra talán, ami szerintem panaszkezelő szempontjából egészen kritikus. Az egyikre azt mondanám, hogy mi van akkor, ha én egy olyan innovatív cég vagyok, aki most fejleszti az egész szolgáltatást, és a szolgáltatáshoz kapcsolódó összes dolgot a kommunikációs felületeimtől elkezdem mindent. Ugye ebben az esetben számíthatok arra, hogy van panasz, sőt tudom azt, hogy basszus, hát mindenki tudja, hogy ez még nem egy teljesen kész dolog, valami MVP-szerű dolgot viszek ki a piacra, tehát valami ilyen első prototípust, vagy nem tudom mit. Miként és hogy csinálom ekkor a panaszkezelésemet, vagy jogos ekkor is ugyanúgy foglalkozni szépen minden egyes esettel? Vagy azt mondom, hogy hát, és aki nem értette meg, hogy ez még csak egy prototípus, az menjen már a jó anyjába. Egyszerű a kérdésed, de szerintem bonyolult rá a válasz. Gyors leszek. Az első, legyünk sportszerűek, ha a termékem egy MVP, egy béta, akkor azt mondjam el. Miért érdemes ebben a kontextusban, amiről most itt az elmúlt percben beszéltünk, miért érdemes elmondani? Kevesebb panaszom lesz. Ha én azt állítom, hogy ez egy kipróbált, kitesztelt fasza cucc, majd elkezdi használni a user, és azt mondja, hogy akad, szakad, hajlik, minden fille franc baja van, akkor ez nem lesz jó. Nagyon sok panaszom lesz. Abban az esetben, hogyha már egyébként megfogom, és ezt jelzem, hogy figyelj, ez egy ilyen éppen működőképes dolog, akkor értelemszerűen a user is megbocsátóbb lesz, és kevesebb bejelentést fog tenni. Igen? Ezzel meg elejét veszem azért egy csomó problémának, vagy akkor, hogy is mondjam, sokkal sikamlósabb a kezelése után az egyes problémázásoknak és panaszoknak, nem? Jól gondolom persze, ezt? Persze, okay. Minden további nélkül. Még egy nagyon fontos kérdés, mert azért szerintem a hallgatóink között is jó sokan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy bocsi, de azért mindenféle, hát nevezzük így, és akkor csúnya vállalkozói szemléletből nézve, rinyával nem akarok foglalkozni állandóan. Ki akarom ezt szervezni? Tehát le akarom dobni ezt a problémát, akár belül egy alkalmazottnak, és akkor hello, te vagy az ügyfélszolgálatos, vagy éppen azt mondom, hogy vannak ügyfélszolgálati cégek, ilyen dispatcher szolgáltam, akármi, és kipattintom, hogy oldjátok meg az összes ilyen bejövő hívásnak, írásnak, akárminek az ügyintézését. Mire figyeljünk itt, hogyha ilyesmit választunk, ilyen mellett döntünk, hogy delegáljuk ezt a feladatot? Jó döntés, azt gondolom, tehát ez egy üdvözlendő. Nem az egyetlen jó döntés, de egy a sok közül. Az, hogy be kell tanítani azt a csapatot. El kell magyarázni, hogy én mit szeretnék elérni. Azt szeretném elérni, hogy mindig igaza legyen az ügyfelemnek. Azt szeretném elérni, hogy szeressék a termékemet. Bármilyen hibája van, törekedjünk arra, hogy megmaradjon az ügyfél. Vagy azt szeretném, hogy egyébként a lehető legtöbb pénzt kasszírozzam rövid távon a piacon, és nem igazán érdekel, hogy most ő neki tetszett vagy nem tetszett, ha van kárigénye, jelentse be, ha nincs, akkor meg köszönjük szépen a részvételt. Próbáltam két szélsőséget mondani. Egyik sem feltétlen. Tudom, hogy az első jobban hangzik, de nem mindig kivitelezhető, mert az első az nagyon sok pénzbe kerül. Tehát ha én azt szeretném, hogy minden userem, aki mondjuk csalódik, az visszatérjen, ehhez nagyon sok pénzt kell elkölteni. Úgy önmagában panaszkezelés, ügyfélszolgálatra pénzt kell allokálnom. Tehát tudnom kell, hogy ez pénzbe fog kerülni. Nem működik az, hogy Józsi, aki amúgy néha rakod, vagy a titkárnő majd ezt kezeli. Nem fogja tudni kezelni, vagy ha fogja tudni kezelni, azt gondolom én, na az olyan is lesz.
A mai világban ugye vannak még azt gondolom hatások. Az egyik hatás, amit mondtál, ez az MVP szemlélet nyilván, hogy nem kész termékekkel megyünk ki a piacra. Ez egy nagyon fontos, ezáltal generáljuk a panaszokat. Másrészt ugye mit mondunk, tehát mi is kommunikálunk egy csomó csatornán, erről már ugye beszéltünk. Hát nyilván visszafelé is kommunikálnak mi felénk. Azt állítjuk sokszor a szolgáltatásunkról, az üzletünkről, hogy jaj, mi minden igényt kielégítünk, minden igényt beépítünk a terv, ugye ismerős lózungok. Oké, majd jön egy igény, és figyelj, egyébként ez szar, hogy kerekbe inkább gömbölyűnek kéne lennie, vagy téglatest, vagy... És akkor azt mondjuk, hogy menj anyádba, hülye vagy, ez nem így kell csinálni. Oké, akkor viszont nem kell hirdetni. Ettől függetlenül, ugye a 21. századi kommunikáció, illetve a 21. századi ember, ő szeret már sok csatornán beszélni, tehát ilyen túlzott közlendő, vagy túlzott közlési vágya van sokszor a kedves vásárlónak, ami nem baj, csak egy adottság. Ergo ezzel kell foglalkoznunk, különben bele fogunk fulladni. És annyi kommentünk, megjegyzésünk, stb. Lesz, amivel nem igazán fogunk tudni mit kezdeni, és az csak halmozódik. És ugye a veszély az az, hogyha ezzel elkezdek nem foglalkozni, akkor félő, hogy adott esetben olyan megjegyzések, vagy nehogy is olyan reklamációk is beragadnak, mondjuk ebbe a fel nem dolgozott kupacba, aminek lehet, hogy mondjuk lesznek drága következménye. Én nem azt állítom, hogy holnap után börtönbe megyünk, szóval hogy valaki most ezt értse ki belőle. Hanem az, hogy mondjuk jogászkodni kell valakivel, mert ő azt mondja, hogy egy évig nem válasz, szóltam, és igaza van, abból nehéz kioldalazni, és már megint pénz. Tehát fölöslegesen égetjük a pénzünket. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá, nem kell félni a panaszoktól, nem kell félni az ügyfelektől, hanem meg kell tanulni azt, hogy ezzel foglalkozni kell, fel kell építenünk a saját rendszerünket. Mi most az elmúlt, nem tudom, fél órában beszéltünk egy koncepcióról, egy rendszerezés, ez lehet teljesen más. Mindenkinek a saját üzlete mentén meg kell, hogy legyen. Én azt gondolom a rendszere, de ne féljünk attól, tehát ne fossuk össze magunkat, ha bejön egy ügyfél, és azt mondja, hogy már pedig ez a kenyér nem volt finom. Ezt játsszuk el fejbe, hogy mit fogunk ekkor mondani. Ha nincs, és ettől mi lefagyunk, vagy nem tudjuk, mit akarunk csinálni, akkor abból vélhetően egyébként közös szomorúság lesz. Ezt érdemes elpróbálni, vagy legalább fejbe végig gondolni, hogy az első ügyfél, aki bejön majd, és elküld engem a picsába, mert szar, amit csináltam. Mindannyian volt, biztos vagyok benne, amikor elrontottunk már életünk során dolgokat, hogy ez ugyanez a helyzet egyébként. Egy kicsit csalódás magunknak, mert nyilván mindenki úgy építi fel a bizniszét, a világ legjobb termékét adja, a világ legjobb ügyfeleinek, és mindenki eltartott kis ujjal fogja mondjuk azt a műtrágyát szórni. Oké, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy éppen mondjuk elrontjuk, nem józsákoljuk, kiszakadt, stb. Ezzel foglalkozni kell. Azért hangsúlyozom ennyire, mert nyilván nem árulok el zsákba macskát, rengeteg üzleti tervet láttunk már, elenyésző rész az, ahol én láttam azt a sort előre betervezve, hogy ügyfélszolgálatra havonta x millió forint. Akár ember oldalon, akár szolgáltatás oldalon. Azért mondtam, hogy rengeteg megoldás. Lehet, hogy kitanítok magamnál egy embert, mindegy is. Nagyon kevés ilyennel találkoztam. Mert úgyse kell, hát mi jó, úgyse most az a havi két ember, aki majd visszajön, vagy 200. Hát vagy nem annyira, igen. Jó, Jani, gyorsan összefoglalva, ma akkor megnéztük azt, hogy a panaszkezelés úgy általában véve miért fontos. Szerintem nem egy blogba beszéltünk erről, hanem több picibe szétszórva az egész műsorunkban. Aztán beszéltük arról, hogy mi az a hármas kategorizálási rendszer, ahonnan a elolvasás, meghallgatás után szétszedhetjük, hogy milyen típusokba kell sorolni hatása alapján, hatásmechanizmusa alapján az egyes panasz típusokat, illetve vettünk még néhány szituációt, mi újság a prototípus fejlesztő cégekkel, hogy kezeljék a panaszokat, mennyire fontos az üzleti tervben ezzel foglalkozni, illetve milyen helyzet, ha delegálni akarjuk ezt a feladatkört vagy funkciót a cégünkből. Kihagytunk még valami eszenciális gondolatot, ami most ide passzolna? Rengeteg mindent kihajtunk, mert egy óriási témát karcoltunk meg, de azt gondolom, hogy ezen kommunikációs felületen és az általunk kitűzött célokat ragyogóan elértük ebben az adásban is újra. Szuper! János, köszi szépen neked, nekem még van egy nagyon fontos mondanom. Fiúk, lányok, vanabi és valós vállalkozók, akik itt hallgatjátok ezt az egész műsort, eljutottunk ennek az évnek a 12. adásáig, ami egyben azt is jelenti, hogy elejétől végig lezártunk gyakorlatilag egy üzleti tervezés minikurzus. Tehát, hogyha végighallgatod ezt az évet, akkor nagyjából fogod érteni, hogy épül fel értelmesen és okosan egy üzleti terv. Úgyhogy kérlek titeket, hogy ha ez tetszett, akkor osszátok meg másokkal is, hiszen
full ingyen volt, és így osztottuk meg veletek. És köszönjük. Nyomjatok egy értékelést azon a podcast felületen, ahol hallgatjátok, ha meg még véleményt is dobtok, azt külön megköszönjük, és hálások leszünk. Megbehívunk a műsorba, meg mindent, jó? Nem hívunk be senkit a műsorba, nem. Na jó, de... Ó, na, jó akartam talán, lenni, jó fej akartam. Talán. Majd a szilveszteri adásban. Tolonganak több ezer ember majd itt tolong, nem? Nem férjünk el, kicsi ez a hely, ahol vagyunk, nehéz. De ezek, ha panaszkodni kéne ránk, majd akkor. Hát volt már erre is példa, ugye? Szóval, kedves hallgatóink, köszönjük nektek a figyelmet, sziasztok! Hello! Ez volt a Business Porn Podcast. A digitális játszótereken lehet minket értékelni. És írjál e-mailt, ha van véleményed. Ha jobban tudnád csinálni, akkor gyere a műsorba. Szívesen látunk. Tényleg, tanulunk tőled legalább. Ha élesben is szeretnél velünk együtt dolgozni, akkor a businessport.hu oldalon tudsz minket pénzért megvenni. Klikkelj oda, és hajrá!